Talán sokan nem tudják, de Tolnán él egy Magyarország szerte ismert cukrász, aki otthoni kis műhelyében egyedül készíti remek műveit. Ő Buzás Ágnes, nála jártunk vendégségben. Mikor derült ki számodra, hogy ezzel szeretnél foglalkozni? Ez egy nagyon régi történet. Kislánykoromban sokat voltam a nagymamám mellett a konyhában, és igazából ez ott kezdődött. Szerintem ilyen 5-6 éves koromban, amikor nekem megtetszett a konyha világa. Szerencsére a mamám sok mindenre meg is tanított, és ennek köszönhetően a későbbi években, amikor pályaválasztásra került a sor, akkor nem volt kérdés, hogy mit választok. Illetve még 10 éves korom körül volt rám nagy hatással egy marcipán rózsa, ami az unokatestvérem esküvőjén díszítette az egyik tortát, és én a mai napig emlékszem arra a képre, tehát itt beleégett a tudatomba szinte, és ennek köszönhetően választottam ezt a pályát. Nagyon apró lépésekkel indult el a történet, ugye 3 évig cukrásztanuló voltam, utána rögtön elkerültem Szekszárdra egy tradicionális cukrászdába, egy nagy múltú cukiba, ahol igazából kezdtem a pályafutásomat. Akkoriban elég megterhelő volt, bár most sem könnyű szakma, hozzáteszem, de tehát ez 17 évesen napi 16 órákat dolgozni, az nagyon megterhelő volt akkor. Rövid időn belül váltottam munkahelyet, akkor kerültem Tolnára, és ugye közben születtek a lányaim, akkor volt egy kis pihenő, aztán megint visszakerültem a cukrászatba, a termelésbe, de mindig hiányzott valami. Tehát szerettem csinálni, de éreztem, hogy ebbe több van, és valami hiányzik. Aztán így megjelentek az ismerősök, hogy készítsem el a tortájukat, gyerekfigurás torták mentek akkoriban nagyon, tehát ami tényleg a apró részletekig ki kellett dolgozni rajta, a kis mesefigurákat, a díszítést, és akkor kezdtem el érezni azt, hogy na ez az, ami nekem igazán örömet ad, amikor alkothatok, és amikor olyan torták születnek, amire tényleg azt mondtam már, hogy na, ez így nekem is már tetszik, mert ugye sokszor elkészítettünk anno egy-egy tortát, amikor nem volt rá sok idő. Az számomra nem annyira a minőséget tükrözi, hogyha gyorsan készül egy torta, és nem szánnak rá elegendő időt a részletek kidolgozására. Mi volt az a pont, amikor eldöntötted, hogy ezt ilyen formában nem szeretnéd tovább csinálni? Igazából ez is egy folyamat volt. Valamilyen szinten talán a kényszer szülte ezt a helyzetet. Megszűnt egy akkori munkahelyem, ahol éppen dolgoztam, és hát meg kellett ezt oldani. Nyilván akkor már úgy fejbe körvonalazódott, hogy én hosszú távon mit is szeretnék, és hogy képzelem el, de igazából ott került fel az íre a pont, hogy na, akkor most belevágok, és lesz, ami lesz. És aztán 6 évvel ezelőtt, 2014-ben bele is vágott a saját vállalkozásba. Tehát azt nem tudtam megvalósítani, hogy egyből egy nagy beruházás, mert egyedül neveltem a 2 lányt, tehát én örültem, hogy boldogulok, és ez így szépen apránként állt össze. Így a kis műhelyem, a kis tortaszalon, a hűtőautó, szépen apránként egymás után. Mivel vendégségbe érkeztünk, Ági meg is vendégelt minket, csak meg kellett várni, amíg elkészült. Egy karamellás makaront fogunk készíteni, amit később meg is tudtok kóstolni. Először is összemérem az alapanyagokat, tehát már a cukorszirupot elkezdtem forralni. Most egy picit ide koncentrálok, aztán ide belemérem a tojásfehérjére a mandulalisztet és a porcukrot.
Nagyon fontos, hogy jó minőségű mandulalisztet használjunk. Annál simább lesz a makaronunk felszíne, minél finomabbra van őrölve a mandulaliszt. Ha durva, akkor elég rücskös lesz a végén a makaronunk. És a tojásfehérjének a másik részéből pedig mindjárt habot verünk. Ez most egy ilyen karamellbarna színű makaron lesz, mivel hogy az íze is karamellás. A színek és az ízek jó, hogyha összhangban vannak. És amikor ez teljesen kihűlt, akkor tudjuk a mandulalisztes masszához hozzákeverni. Először csak egy keveset teszünk hozzá, mivel elkeverjük ezt a kemény masszát, és aztán mehet hozzá a többi hab. Akkor ilyenkor még szárad a makaron egy másfél órát, utána tesszük sütőbe. Addig mi folytatjuk a beszélgetést, és megtudjuk, hogy mit készít Ági a legszívesebben. Kedvenc torta témám az esküvők. Tehát ott érzem azt, hogy úgy kiélhetem a kreativitásomat. Szerencsére nagyon sok olyan párnak készíthettem már tortát, ahol szabad kezet kaptam. Megbeszéltük nagyjából a részleteket, a színvilágot, az nagyon fontos, a stílust, milyen stílusú lesz az esküvőjük, a mennyasszonyi ruha, a dekoráció színvilága, a helyszín, így mindent sorra veszünk, megbeszélünk, és szerencsére sokszor kapok szabad kezet az alkotásban, és ez nekem fantasztikus érzés, mert onnét szárnyal a fantázia, és akkor tudom, hogy egy szép torta lesz a végén. Van, amikor kapok inspirációt egy-egy tortához, de szeretem, hogyha az én saját magam kis világom is belekerül a tortába. Tehát teljesen egy ugyanolyan tortát nem készítenék el senkinek, mint amilyen képet esetleg inspirációként kapok. Nagyon jó érzés volt az, amikor például felkerestek, hogy készítsem el Frany Tamás tortáját a 60. születésnapjára, ahol egy kikötésük volt, hogy egy agy legyen a tortán, és a többi részletet rám bízták, hogy én azt hogy állítom össze, hogy álmodom meg a tortát. Tudni kell, hogy ami még így fokozta a hangulatot bennem, hogy ott 100 tudós volt vendégként ezen a születésnapon a világ minden pontjáról. Tehát fantasztikus érzés volt az, mikor személyesen adhattam át ezt a tortát az ünnepeltnek, és tényleg így közvetlenül láthattam, érezhettem a hatását, hogy mennyire tetszett a jelenlévőknek. Tényleg szinte az ország minden területére vagy vittek tőlem tortát, vagy én vittem. Attól függ, hogy milyen alkalomról van szó. A szülinapi tortákért általában azért eljönnek,
a vendégek, ha ugye nagyobb rendelés, esküvő, akkor azt én viszem hűtőautóval, és tényleg sokszor 300 kilométeres távolságokra is elmegyünk. Ami azért egy embert próbáló feladat, mert ott ha bármi közbe jön, ott nincs B-verzió. És olyan csodálatos helyszínekre találok rá így az ország területén a munkám által, hogy nem is gondoltam, hogy ilyen van. Tortán kívül, ami többnyire készülni szokott, esküvőkre a desszertasztalok. Ott készülnek pohárkrémek, cupcake, makaron, mindenféle kis apró süti, ugye, amit könnyen el tud venni a vendég, és el tudja fogyasztani. Az még egy nagy szenvedélyem, mikor gyönyörű szép desszertasztalokat készíthetek az esküvőkön, gyönyörű tálalókon, mint itt is ezek az ezüstök például. Mindenféle színben van kollekcióm, a feketétől az ezüst, a fehér porcelán, az arany, bronz, és ezeket szeretem kiegészíteni üveggel, egyéb kiegészítőkkel, virágok esetleg még a desszertasztalon, ha megjelennek, és fejlődni is ezen a területen szeretnék most még így az elkövetkezendő hónapokban, tehát szeretnék újabb desszerteket még kidolgozni, kicsit elmenni a francia vonal felé, és ott még egy exkluzívabb ajánlatot összeállítani. 1995-ben végeztem cukrászként, ez nem most volt már. Ugye, amikor elkezdtem dolgozni, nem nagyon volt idő arra, meg akkor még nem is gondoltam arra, hogy rögtön én fejlesszem magam, ez szépen így fokozatosan jött az életem során. Többnyire így autodidakta módon tanulgattam, fejlesztettem egy-két dolgot magamnak, díszítési technikákat, burkolási technikát, ahogy tökéletesítettem az évek alatt. Viszont így az utóbbi időben, mivel szeretnék desszert területén fejlődni, így a nyáron elmentem egy desszert kurzusra, ami nagyon-nagyon-nagyon hasznos volt számomra, és szinte beleszerettem ezekbe a kis gyönyörű tükörglazúros desszertekbe, tehát ezt már nagyon várom, hogy készíthessem. Illetve ami az elmúlt időkben az időm nagy részét kitette, az a mestervizsgára való készülés volt, mert hogy pontosan ma egy hete, hogy mestervizsgáztam. És hát ez egy nagyon nagy mérföldkő volt így az életemben. Tehát ez egy nagyon nagy fejlődésnek élem meg, és lehetőségnek. És honnan jött, hogy mestervizsgázni szeretnél így 25 év után? Tudomásomra jutott, hogy a kamaránál indul a mesterképzés. Meg is kerestek, hogy esetleg szeretnék-e indulni, és akkor úgy voltam vele, hogy belevágok, mert ez pont annyira kerek volt itt minden ezzel a 25 évvel idén, hogy úgy gondoltam, hogy ezzel most még így plusz meg tudom pecsételni, illetve hát ugye majd a későbbiekben képzéssel, oktatással esetleg, ha foglalkoznék, akkor ez muszáj, hogy meglegyen. Közben elérkezett az idő. Na, tehát másfél órát száradt a makaronunk, mostanra kapott egy kérget a felszíne. A sütőben így remélhetőleg szépen fel fognak emelkedni, és gyönyörű makaronjaink lesznek a végére. Úgyhogy megy is a sütőbe. Újabb 35 percünk van arra, hogy még többet megtudjunk a házigazdáról. Milyen sűrűn csinálsz makaront? Szinte minden héten készítek makaront, mert mostanra nagyon megkedvelték a vendégeim azokat a típusú tortákat, ami makaronnal van díszítve. Nagyon mutatós is, jól lehet használni díszítéshez, egyéb dolgokkal kiegészítve, kis díszítő elemekkel, és hát az ízét is nagyon szeretik egyre többen. Kedvelik a makaront, pedig eleinte szerintem még úgy az emberek nem nagyon
tudták ezt elképzelni, megkóstolták, és lehet, hogy túl édesnek is tartották, de én úgy érzem, hogy egyre inkább kérik és szeretik. A gyümölcsös ízvilágoktól a tényleg csak a fantáziánk szab határt. A csokoládé, az is ízesítve, narancsos vagy málnás, bármi, tényleg. Mindent te készítesz egyedül? Cukorvirágoktól elkezdve mindent. Tehát a bevásárlástól a számlaírásig mindent. Mindent egymagam. Annyi, hogy a torták kiszállítását, mert esküvőkre mindig csak úgy vállalom, hogy én szállítom ki. Úgy tudom garantálni a minőséget, hogy az az asztalon is pontosan annyira hibátlan és tökéletes legyen, mint itt az én asztalomon, hogy én viszem oda hűtőautóval, azt a párommal szoktuk. Nagyon fontos számomra a minőség, az, hogy tudjam, hogy mi van benne a tortában, az hogy készült, mennyi gyümölcs került bele, egyéb. Tehát valahol olyan vagyok, hogy minden részleténél szeretnék ott lenni, és tudni pontosan, hogy az tényleg olyan, ahogy azt én garantálni tudom, azt a minőséget. Mi volt a legkülönösebb kérés? Volt egyszer egy gépfegyveres kívánság, hogy egy gépfegyveres katona ugrik ki a tortából éppen, hát így figuráként elkészítve, és azt nem. Tehát azt így semmilyen módon nem tudtam fejbe összerakni. Még ami különleges kérés volt számomra, az talán az indiai esküvői torta. Egy indiai menyasszony volt, és hát az ő kultúrájuknak megfelelően alakult az esküvői torta színvilága is, aranycsipkével, ugye a lila, a narancssárga, a pink, a kék színek, és az egy igazán jó kihívás volt, azt nagyon élveztem. És az agy? Nekem az is egy kihívás volt. Hát talán azt említeném az elmúlt időkben a legkülönlegesebb dolognak az agyat, mert mire az összeállt nálam is fejbe, hogy azok a tekervények hogy tekerednek, milyen a nagyon speciális formája van az agynak például. Én ehhez segítségképpen még az egészségügyi iskolából kértem kölcsön egy makettet, egy agy makettet, ami nekem így ide le volt téve, és az alapján készült a torta maga. Tehát az egy jó kis feladat volt, élveztem nagyon. Közben megsült a tészta, jöhet az összeállítás. Ági már korra reggel elkészítette a házi karamellás ganást, hogy a hűtőben a megfelelő állagúra dermedjen. Ez egy csokoládé alapú töltelék igazából. Ezt ízlésünk szerint ízesíthetjük, amilyet szeretnénk. Lehet gyümölcsös is, kókuszos, bármi. Ez most éppen a karamellás ízben készült. Kész, és bátran állíthatom, mennyei. És hogy mi az egyik fő motiváló erő? Nagyon jó érzés az, amikor egy párnak elkészíthetem az eljegyzési tortáját, majd az esküvői tortáját, aztán a babaváros torta, és aztán az első szülinap keresztelő, és ez annyira jó érzés, hogy minden alkalomnál ott van a tortám, és azzal ünnepelnek, és ez hihetetlenül jó érzés.